December 2-án meleg ételosztást szerveztek a Budafoki Ipartestület udvarán. Az adventi időszak első hétvégéjén a dél-budai görög katolikus szervező lelkészség készült babújással. Adventi időszakban a budafoki történelmi egyházak bevállaltak egy-egy hétvégét. Mi kezdünk, a dél-budai görög katolikusok. Hát tegnap elkészítettük a pörkölt alapot, és most raktuk már bele reggel 8:30-kor a zöldségeket, és kész is lett, finom lett a babgulyás. Teljesen önkéntes alapon, aki ráért, jött, segített. Tegnap kezdtük már, amit említettem, az előkészületeket. Mindig is odafigyeltünk, tehát a szegényebb sorsú embereket támogatjuk itt a kerületbe. Nekünk nincs ilyen listánk, bárki, aki úgy gondolja, hogy valami segítségre, ez lehet tárgyi segítség is, vagy akár lelki segítség, az megtalálja itt a helyi görög katolikusokat. Az osztáson gyülekezeti tagok, felnőttek és gyerekek egyaránt szívesen segítkeztek. Nekünk a görög katolikusok egyházközségében, a dél-budai görög katolikusoknál van egy női kör nevű csoportosulásunk, csoportunk, akik már tavaly is gondolkodtunk, hogy így decemberben a havonta egyszeri alkalom helyett egy karitatív tevékenységet választanánk. És valahogy jött az egyházközségben ez az ajánlat, hogy mi lenne, hogyha ezt vállalnánk, és akkor már tavaly is ezt így megszerveztük, kifejezetten a női kör tagjai. És idén most egy picit tovább léptünk, hogy most már a női kör az anyagi hátteret is bevállalta, és mi dobtuk össze így a költségeket is. Hát igen, a női kör tagjai, meg az egyházközségből is volt, aki még azért beszállt, és így sikerült gyakorlatilag teljesen fedezni ezt. Nagyon örülünk neki, és hálásak vagyunk. Így karácsony környékén azt gondolom, ez jó érzés nekünk is, nem csak akik kapnak. Nektek pedig milyen érzés volt az, hogy részt vettetek egy ilyen ételosztáson most először? Nagyon jó érzés segíteni a szegényeknek és a rászorulóknak. A szervező lelkészség az önkormányzattal és a Budafok Tétényi Család és Gyermekjóléti Központtal együttműködve igyekszik segíteni a rászorulókon. Minket most a kerületi egyházak kerestek meg, elsősorban, vagy a szóvivőjük Kocsis Tamás lelkész úr volt, a görög katolikusoknak a papja, és ők egymás közt szervezték azt meg, hogy az adventi hétvégéken, szombati napokon legyen olyan típusú meleg ételosztás, ahol a étel melege mellett a szív melegét is közvetíthetik az emberek felé. És hogy kiket kerestek meg? Na itt lépett be az önkormányzat, hiszen a családsegítő szolgálatunk, illetve a családok átmeneti otthona az, aki részt vesz ebbe az akcióban, és úgy tűnik, hogy hihetetlenül nagy a hatás a másik oldalon. Gyerekek, családok, fiatalok és idősebbek mozdultak meg annak érdekében, hogy segíthessenek, és szerintem ez az adni öröme ugyanígy része ennek a mostani sorozatnak. Az ételosztások folytatódnak az adventi hétvégéken, a kerületi egyházak összesen 3 helyszínen szerveznek karitatív tevékenységet a kerületben.